Sziasztok! Üdvözöllek titeket a gólyatábor második napján. Köszöntöm Furiák László tanárurat. Mi történik éppen? Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Köszönöm a felkérést erre a pici nyilatkozatra. Igyekszem rövid lenni. Igaz, hogy a jelenlegi helyzetet kérdezted, de azért hadd mondjam el, hogy a tegnapi nap folyamán egy csodálatos, ismerkedős és csapatépítős játékokon vettek részt országszinten. A mai napon pedig az osztályok ketté váltak. Ugye köztudott, hogy itt az osztályfőnököknek van egy nagyon-nagyon kedves és talpra esett segítő tanár embere, és a két csoportot, egy-egy osztály két csoportra szedve, ők kísérgetik. Jelenleg mindenféle ügyességi, logikai, egy pici irodalmi, egy kis állathangfelismerős játékok zajlanak éppen, illetve hát reményem szerint készülnek olyan csoportképek majd, amit ti médiások készítettek az osztályokról, ahol a vidám jelenetek, szomorú jelenetek, illetve hétköznapi jeleneteket próbálnak illusztrálni. És hogy látja, a gyerekek élvezik a programokat? Én nagyon remélem, hogy igen, mert láthatóan élvezik. És remélem, hogy ez nem csak a külső, hanem az ő belső érzésük is, és ez így párosulva szerintem akkor minden a legnagyobb rendben lesz. De láthatóan abszolút élvezik tegnap is, és a mai napon is a játékokat. Nekem ez már a 13. gólyatáborom, és ebből több is ezen a helyszínen volt. Ez egy nagyon kellemes kis helyszín, gyerekek nagyon szeretik, egy helyen vannak a kis csapatok, a kis házakban nagyon szépen el tudtak helyezkedni, és hát folyik az ismerkedés tanárokkal, dökösökkel, meg az osztályok egymás között. Szóval ez egy jó kis hely. Tetszenek eddig a programok? Szerintem nagyon jók, nagyon ötletesen ki vannak találva a programok. Mit fogtok most játszani? A következő program az lesz, hogy egy lepedővel be kell hajítani a kosár palánkba a labdát. Ó, az tök jó. És milyen volt a reggeli? Hát a reggeli ilyen egyszerű reggeli volt, nutellás kenyér, az finom. Hogy tetszenek eddig a programok? Hát tulajdonképpen nagyon jól. Volt a kedvenc programunk az volt, amikor egy tojást be kell lecsomagolnunk, és nap végén majd le kell dobnunk, hogy széttörik-e vagy sem. Igen. Amúgy egész jó, van egy pár érdekes, ami kicsit ilyen furább, de így összehangolódunk lassan, úgyhogy igen jó.